Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket rendhagyó szombatkezdésünkön, hiszen rég volt már ilyen alkalmunk, hogy összejöttünk péntek este. Reméljük, hogy lesznek még ilyen alkalmaink, mert az biztos, hogy lesz február 26-án még egy alkalmunk, amit Péter tart nekünk. Úgyhogy Erdődi Péter testvérünk, barátunk a meghívásunkra eljött, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy vállalta ezt az alkalmat és ezeket az alkalmakat. A gyülekezetnek igénye volt az, hogy a proféciákról beszélgessünk, gondolkodjunk. Egész januárban ennek jegyében hangzottak el az Isten tiszteletek, ige hirdetések, és még a jövőre nézve is így lesz egy hónapon keresztül körülbelül. Úgyhogy most ez a témánk lesz, hogy a vasárnap törvény a Horizonton címmel. Nagyon izgató, érdekes téma, különösképpen azért is, mert sajnos az utóbbi időszakban, években, mondhatnám évtizedben, ez az egész kérdés úgy elült, úgy elhomályosodott, elerőtlenedett, egyáltalán, hogy van ez a kérdés, mi lesz ebből, hogyan, hol tart a világ, nem nagyon hallunk erről, és fontos erről gondolkodnunk az ige fényében. Hogy köszöntelek Péter, szeretettel örülünk, hogy itt vagy, a Jóisten áldjon meg a szolgálatodban, és előtte, az Isten tisztelet előtte egy énekkel kezdjük meg az együttlétünket. Szent szombat napja, üdvözl légy! Mennyei Atyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy minden héten van egy nyugalomnap, a békenapja, a lecsendesedés, a megnyugvás napja. Köszönjük Istenünk, hogy a teremtéstől kezdve az örökké valóságon keresztül ezt a napot ünnepelhetjük. Köszönjük Istenünk, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged, hogy megtartottál bennünket az elmúlt időszakban, az elmúlt héten, hogy sok áldásodban részesültünk, hogy megtapasztalhattuk a te gyógyító kegyelmedet testvéreink részéről az életünkben, lelkileg, fizikailag jelen vagy, és megáldasz bennünket. Kérünk, áld meg ezt az estét, áld meg ezt az órát, áld meg az egész szombatnapot. Add Istenünk, hogy veled összetudjunk kapcsolódni szeretetben, igazságban, növekedjünk, gazdagodjunk általad. Ezért kérünk mindannyiunk számára a Szent Lelked vezetését, irányítását, és különösképpen Péter számára. Add Istenünk, hogy meg tudja nekünk osztani, velünk osztani azt az üzenetet, amit ő rábíztál, és add, hogy egyre világosabban megértsük a te megváltási tervedet, ennek az időszaknak, ennek a korszaknak, amiben élünk, az aktuális üzenetét. Jézusunk által köszönjük Istenünk, hogy meghallgattál. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és először is szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek. A hangommal bajlódom az utóbbi egy-másfél évben, most már lassan másfél. De remélem, hogy az üzenet fontossága az visszafogja, lelkesít majd annyira, hogy visszajön a hangom. Tudjátok, ezt a prezentációt, amit most hozzátok hoztam, ezt már megtartottam korábban Ráckevén, vagyis hát a Ráckevei csatornán megtaláljátok, Zoom-on tartottam. De azt a kérést kaptam meg, azt a visszajelzést, hogy tömény lett. Most úgy hozzátok úgy jöttem, hogy kiirtottam a diáknak a 30-40%-át, betettem egy csak néhányat, néhány újat. Még mindig tömény lesz. Nem tudom, mennyit vacsoráztatok, de szükségem lesz arra, hogy figyeljetek arra, amiket együtt megnézünk, mert azt gondolom, hogy ezek a kérdések most még csak ilyen időkjelei kitekintésnek tűnnek, de el fog jönni az a pillanat, hogy az életünk múlik ezen. És szeretném felhívni majd a figyelmet egy néhány csapdára is ezzel kapcsolatban, akkor vágjunk is bele. Azt a címet adtuk, hogy vasárnap törvény a horizonton, és adventisták vagytok, úgyhogy ha azt mondom, hogy végidő és nagy küzdelem, akkor mindenkinek, talán maradhat az itteni bőle. Igen. Igen, köszönöm. Igen, köszönöm. Szükségem lesz erre a könyvre, úgyhogy... Ha azt mondom, hogy végidő és nagy küzdelem, akkor szerintem minden adventistának beugrik az a szó, hogy... Mondjátok hangosan. Vasárnap törvény, így van. Csak hogy amikor mi vasárnap törvényről beszélünk, ugye én is úgy nőttem fel, hogy tudtam kiskoromtól kezdve, hogy egyszer eljön az a nap, hogy majd bevezetnek egy vasárnap törvényt. Azaz, törvényben köteleznek mindenkit arra, hogy a vasárnapot, mint Isten tiszteleti napot tartsd meg. Hallottatok ti is erről? Tehát nem csak én hallottam róla, ugye? Jó, akkor a kérdésem, hogy hol hallottunk róla? Gyülekezetben. Hol olvastunk róla? Hol olvastunk róla? Azért segítek, nem csak a nagy küzdelemben, ugye? A Bibliában. Figyeljetek, én is a nagy küzdelemben olvastam róla, és 100%-ig megbízom abban, ami a nagy küzdelemben le van írva. Ezt még egyszer elmondom, 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy ami ott le van írva, az igaz. És hogy teljesedni fog. De amikor az emberek elé állok, nem mondhatom azt, hogy van egy 19. századi keresztény asszony, aki egyébként próféta volt, és az Isten lelke ihlette őt, mert az emberek csak néznek rám, hogy mit akarok. Ugye? Nekünk, hetednapi adventistáknak honnan kell a bizonyítékot hoznunk? A Bibliából, és egyedül a Bibliából. Az egy dolog, hogy van egy nagyon jó révkalauzunk, aki a gondolkodásunkat formálja, az én gondolkodásomat is formálta, de a célja mi a révkalauznak az, hogy az igét mind mélyebben megértsd. Ezért adta az Úr. Úgyhogy egy nagyon kicsit visszamegyünk az igéhez, jó? Hogyha azt mondom nektek, hogy szombat, akkor mit mondotok rögtön az igéből? Teremtés, így van. Hogyha azt mondom, hogy teremtésről való megemlékezés, mint kötelezettség, akkor viszont melyik a következő ige, amit idéztek? Azt mondom, hogy mint kötelezettség. Igen, az már 2 Mózes, így van. Tehát kezdjük Mózes első könyvénél, a Biblia első lapján. Rögtön az első lapon elolvashatod, hogy az Isten... Mi csinált? Kötelezett minket arra, hogy a szombatot megtartsuk, ugye? Hangosan. Meg áldotta és megszentelte. Testvéreim, szeretnétek, ha az Úr megszentelne titeket? Én nagyon szeretném, ha engem megszentelne. Mit jelent a szentség? Elkülönítés. Nagyon jól mondjátok. Tehát nem 10 centivel a föld felett lebegünk, egy glóriával a fejünk felett. Nem ez a szentség. A szentség az, hogy az Úré vagyok. Ezért mondjuk, hogy a házasság is egy szentség, ugye? Ha megkérdezitek a feleségemet, hogy milyen gyakran enged meg nekem más szeretőket, azt fogja mondani, hogy soha. És én is ugyanezt mondom visszafelé, ugye? Mert a házasság szentség. Teljes odaadás, teljes átadás. Ugyanez a helyzet az Istennel való kapcsolattal. Tehát az Isten megszentelte, elkülönítette a szombatot,
Azért, hogy az emberrel való közösséget építhesse, igaz? Arra hív mindenkit, hogy ezen a napon lépjünk közösségre vele. Ezért vagyunk itt ma péntek este, ugye? Ezért mondjuk azt, hogy szombatkezdés. Ezért énekeltük, hogy Szent Szombatnapja üdvözli. Az Isten megszentelte ezt a napot. De nem csak megszentelte, hanem meg is áldotta. Testvéreim, szeretnétek áldást? Szeretnétek az Isten áldásait elnyerni? Hány százalékban? Mondjuk az Istennek van ennyi, ebből mennyit szeretnél? Az egészet? Nem vagytok szerények, ne is legyetek. Ne is legyetek. Ha az Isten áldást ígért ennyit, akkor én ennyit kérek belőle. Ha ennyit ígért, akkor ennyit. Tudjátok, mennyi áldást ígért az Úr a szombatban? El fogjuk olvasni hamarosan. Igazából akkor fogjuk elolvasni, hogyha átverekedtük magunkat mindazon, ami közben a világban történik. A legvégére hagytam a lényeget. Jó? Ugyanakkor itt vagyunk a világban, mint Isten népe. Definiáljuk magunkat, tehát mondjuk magunkról, hogy Isten népe vagyunk? Jó, ebben sem kell szerénykedni, mert az Isten népe nem azt jelenti, hogy én jobb vagyok, mint te, hanem azt jelenti, hogy én az Istenhez tartozónak vallom magam, és ennyi. Isten népének lenni ezt jelenti. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok. Hú, micsoda nagy szavak, de figyeljétek a mondat folytatását. Azért, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből kihívott titeket a világosságra, az ő csodálatos világosságára. Isten népének lenni nem azt jelenti, hogy külön vagyok, mint te, az azt jelenti, hogy van egy tapasztalatom, amit nagyon-nagyon szeretnék elmondani neked és átadni neked. Tudom, milyen volt a sötétben, és tudom, milyen kijönni a világosságra. Isten népének van egy jele az Úrtól. És kivetítettem ezt az igét. Ezt a szombat kapcsán sokszor szoktuk a 10 parancsolatot idézni, sokszor szoktuk a teremtés történetet idézni, ez egyen ritkábban szoktuk Ezékiel 20:12-t idézni. Márpedig számunkra, különösen a végidőben ez egy kulcsige. Ezékiel könyve 20. fejezet 12. versében azt olvasom, hogy az Isten azért adta a szombatot. Az Úr azért adta a szombatot, hogy ez egy jel legyen. Köztem és közöttük. Felfoghatjuk úgy, mint a jegygyűrű, ugye? Ja, az jelzi, hogy valaki tartozik valakihez. Hogy mondjam el zárójelbe, hogy a szombat egy erősebb dolog. Tapasztaltam. Mi általában nem hordjuk a feleségemmel a jegygyűrünket, mert tudjuk egymásról, hogy házasok vagyunk. Mindenki másnak meg, hogyha kérdés van, akkor elmondjuk. De amikor Kongóba mentünk, akkor mondták, hogy mindenképp hordjunk jegygyűrűt, mert ott fontos. Most nekünk egy olcsóbb jegygyűrünk van, titániumból készült, nem aranyból, de azt mondták, hogy ne vigyünk Kongóba titán jegygyűrűt, mert nem fogják tudni, hogy házasok vagyunk, aranyat vigyünk. Úgyhogy én megkaptam a nagymamám jegygyűrűjét, és azt használtam. A feleségem is kapott egyet, és akkor ezzel jeleztük, hogy mi házasok vagyunk, nehogy ránk szálljanak. Semmit nem ért. Nem egyszer megszólítottak az utcán, hogy fehér ember, nem akarsz feleségül venni, mondom, házas vagyok. Ha, minket ez nem zavar. Ugye 2, 3, 4 simán belefér. A szombat egy ennél erősebb dolog. Mert hogyha szombatot ünnepelsz, akkor te nem egyszerűen egy földi kapcsolatban vagy, egy földi emberhez kapcsoltad magad, ami megtörhet, eltörhet, tönkremehet. Te az Istenhez kapcsoltad magad. A házasság szent, de a szabad ilyet mondani, a szombat még szentebb. Mondhatok ilyet? Ugye? Nem ember és ember kapcsolatáról van szó, amit az Isten hármas fonatként összefog, hanem itt a másik fél maga az Isten. És azt mondja az Úr az igében, hogy olyan jelet ad nekünk, amiből, figyeljétek meg, nem csak a pogányok tudják meg, akik körülöttünk vannak, a pogány azt jelenti többi nép, nem azt jelenti, hogy bálványimádó, azt jelenti a népek. Nem csak a többi nép, a többi ember tudja meg, hanem te magad tudod meg abból. Testvéreim, szeretnénk újra és újra meggyőződni róla, hogy az Úr a mi megszentelünk? Mert a szombat az, ami újra és újra meggyőz minket erről. Hogyan? Úgyhogy egy egész napot rászánsz arra, hogy az Istennel közösségre lépj. Hogy leteszel mindent, ami hétköznapi. Kizársz mindent, ami nem ide tartozik. És azt mondod, ez a nap az Úré. És meg fogod tapasztalni, hogy ő tényleg elkülönít magának.
Megtapasztalod, hogy tényleg az övé vagy. De a történet nyilván folytatódik, és most ez volt a személyes vonatkozás, de most tegyük a történelmi vonatkozásban, mert Jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy a végén jön egy nagy vallási konfliktus. Jelenések 13. és 14. fejezete az én Bibliámban pontosan egymás mellett van. Nem tudom, kinek milyen szabású a Bibliája, de nagyon jó a kettőt együtt olvasni. Nem csak egymás után, hanem egyszerre ránézni a két szövegre, tudnélik, a két fejezet egymással szöges ellentétben áll. Jelenések 13 beszél két hatalomról, amelyből az egyik egy vallási hatalom és imádatot követel magának, és egy másik hatalomról, amely ezt polgári hatalommal, katonai hatalommal megtámasztja. A vallási imádat igényét karhatalommal támogatja. Tudjátok, hogy melyik ez a két hatalom? Mindenki tudja? Igen, van egy nagy vallási hatalom, amely imádatot követel magának, és van egy polgári hatalom, egy katonai hatalom, amely ezt elő fogja segíteni. És tudjátok, amikor ezekről beszélünk a nem, ezt szeretném hangsúlyozni, nem a különböző vallások követőiről beszélünk. Nem katolikus emberekről és protestáns emberekről beszélünk, akik itt a gonosz szerepét játsszák. Abban az értelemben, hogy akkor megszakíthatnánk egy csomó barátságunkat, nem? Egy csomó kapcsolatunkat a világból, a keresztény világból. Itt rendszerekről beszélünk. A Biblia beszél egy vallási rendszerről, amelynek az élén ember áll. És az emberek tudatlanul, de embert imádnak. Pál apostol a II. Tesszalonikai levélben nagyon közvetlenül beszél erről. Azt mondja, el fog jönni valaki, mégpedig a keresztények közül nő fel valaki, aki az Isten helyébe akar majd állni. Ez nem egy személy, hanem egy rendszer, amit adott esetben természetesen személyek valósítanak meg. De amit itt látunk, az már a legvége. Azt mondja, imádatot fog követelni a katonai hatalom, a vallási hatalom részére. És aki nem imádja ezt a bizonyos fenevadat, vagy annak képmását, annak meg kell halnia. Itt még nem tartunk, de a Biblia előre felkészít minket egy ellenüzenettel. Az Isten is megszólal, és azt üzeni, az Istent féljétek, őt imádjátok, neki adjatok dicsőséget. Ő az, aki ítél. Nem az van, hogy én jövök és halálos ítéletet mondok arra, aki engem nem imád, hanem azt mondja az Isten, enyém az ítélet. És eljött az ő ítéletének órája. És hogyha meg akarjátok különböztetni, hogy kinek van jogalapja az imádatra, akkor a Biblia azt mondja neked, azt az Istent imád, aki teremtette a mennyet, a tengert, a földet, mennyet, a földet, a tengert, és a vizeket, a vizek forrásait. Hagy kérdezzem meg, hogy mire utal vissza ez a néhány kifejezés. Mi visszhangzik benne? A teremtés, de hol sorolja fel, hogy mert ő teremtette az eget, a földet. Ugye? A negyedik parancsolat. Egyértelműen a negyedik parancsolat szóhasználata. Vannak, akik szerint nem. Én nem tudok úgy nézni, hogy ne vegyem észre. Hogy ez bizony a negyedik parancsolat. Imádd azt, aki a teremtő. Imádd azt, aki a teremtő. Ugyanakkor én gyermekkoromban, ugye kiskoromban mindig azt gondoltam, hogy majd eljön az a nap, hogy bevezetik a vasárnaptörvényt, és majd Petike azt fogja mondani, hogy én nem, és akkor majd elvisznek, kivégeznek, vagy nem tudom, majd az angyalok megszabadítanak, de én majd milyen ügyes leszek, és majd én nemet mondok. Testvéreim, Máté Evangélium a 24. fejezete, ahol tudjátok, Jézus elmondja a végidő eseményeit. Ennek a fejezetnek a közepén, ott a 24. versben van valami nagyon-nagyon fontos kifejezés. Azt mondja, hogy amikor jönnek a hamis Krisztusok és hamis proféták, akik nagy jeleket tesznek, ne gondold, hogy ez valami naív dolog lesz. Hogy te ránézel és azt mondod, hogy jó, hát én ezt felismerem, mert olvastam róla. Azt mondja, olyan szintű lesz a hitetés, hogyha lehet a választottakat is elhitessék. A keresztény gondolkodáshoz, a Biblia olvasó ember gondolkodásához, a te, hogyha kiválasztottnak érzed magad, amúgy szeretnétek a választott egyház tagjai lenni? Én nagyon szeretnék Isten választott népe közt lenni.
És azt gondolom, hogy ez az Isten választott népe. De ha ez az, akkor figyeljetek, ránk lesz kiéleszve. És mindazokra, akik bibliaolvasó keresztények. Mindazokra, akik szeretnének Isten választottai lenni, pontosan ugyanúgy fogalmazza meg Sátán a csalásait. Értitek ennek a súlyát? Értjük ennek a súlyát? Nem engedhetjük meg magunknak, hogy felületesen olvassunk. Mutatok rögtön nektek egy példát. Két mondat, két idézet, ezt szerintem már nagyon sokszor láthattátok tőlem, hogyha talán már itt Veszprémben is mondtam, de erre a két mondatra mindig visszatérek. Mi a különbség a két mondat között? Ez az ő napja, ami alkalmat biztosít a családoknak, hogy közösségben legyenek vele, a természettel is egymással. Melyik ez a nap? Nyilván az Úr szombatja. A másik mondat egy másik műből. Ez az a nap, amely alkalmat kínál az embernek, hogy gyógyítsa Istenhez, önmagához, másokhoz, a világhoz, tudni, a teremtett világhoz fűződő kapcsolatait. Tartalmilag van különbség a két mondat között? Az Isten az egyikben nem szerepel. Tartalmilag, amúgy. Egészben van különbség a kettő között? Nem nagyon. Nem nagyon. Nézzétek, van egy nap, ami alkalmat biztosít a kapcsolatok meggyógyítására. Kapcsolódsz az embertársaidhoz, az Istenhez, a természethez, stb. Csak hogy két teljesen különböző szerzőről van szó. Az egyiket Ellen White írja a Nevelés című könyvben, a másikat Ferenc pápa írja a Laudato Si-ben 2015-ben. Vagyis a megfogalmazások szinte azonosak azzal, amire én is rezdülök, meg te is, mert hetednapi adventisták vagyunk, ugye? Felismerjük, amikor igen, igen, ez tényleg a szombatról szól. Csak hogy ezért csaltam, mert kitöröltem azt a részt, hogy a zsidó szombat. Mert azzal már lebuktam volna, ugye? Mert amikor azt a mondatot hallom, hogy zsidó szombat, akkor mindig elkezd viszketni a fülem, hogy hol van a Bibliában zsidó szombat? A Bibliában teremtés szombatja van. A Bibliában az ember szükséglete van. A Bibliában Jézus szava szerint az van, hogy a szombat lett az emberért, nem a szombat lett a zsidókért. Ugye? Olyan megfogalmazásokkal fogsz találkozni, amelyekre rezonál a keresztény hited, a szombat ünneplő hited. És nagyon nyitva kell, hogy legyen a füled, a szemed, hogy felismert, hogy hol van a bújtatott, vagy a csúsztatás. Van egy jó hírem, kezünkben van az igénk. És a Biblia pontosan azért adatott nekünk, pontosan azért adatott, hogy a fülünkre beálljon erre a 440 Hz-re, ugye? Van itt valaki, akinek abszolút hallása van? Biztos, hogy van. A mi gyülekezetünkben ott van Nagy Imi, ismeritek. És hogyha a kórus lecsúszik, akkor megkérdeztem, hogy milyen érzés, amikor ugye záró akkord és a kórus lecsúszott. Fáj neki. Ugye? Miért? Mert ott van a fülében az a 440, vagy 416, ki mit szeret, ugye? A Biblia azért adatott nekünk, hogy a fülünk be legyen hangolva. És amikor hallasz bármit a világban, rögtön azt mondod, hogy várjunk csak, Isten igéje nem ezt mondja. A keresztény szombat, és beszélgessünk a keresztény szombatról egy kicsit, ami a vasárnap, és most megyek bele az idők jeleibe, és egy folyamatot szeretnék nektek bemutatni az 1800-as évektől egészen napjainkig, konkrétan napjainkig. A vasárnapot elkezdték átnevezni keresztény szombatnak, első hiba. A te füled áll a szombatra, de azt hallod keresztény szombat, akkor tudnod kell, hogy az már mit jelent a világban. Azt jelenti a keresztény világban, hogy vasárnap. A vasárnap az erkölcs védőbástyája, mondják azok, akik a vasárnapot szeretnék törvényesíteni. Már az 1800-as évektől kezdve Amerikában. Volt egy Blair nevű szenátor Amerikában, akivel egy adventista prédikátor, A.T. Jones, gyakorlatilag közelharcot vívott egy szenátusi meghallgatáson, mármint szóharcot nyilván. Ez a Blair 1888-ban beadott egy vasárnap törvénytervezetet. 88 májusban. 88. október-novemberben jött a Minneapolis-i generálkonferenciáról, sokat hallhattatok, és onnan a konferenciáról decemberben Jones már utazott is tovább, hogy erre a meghallgatásra elmenjen.
Most azt tudni kell, hogy a politikai hatalom mögött megint ott állt az egyház. Csak most ezúttal a protestáns egyház állt ott. Egy Krafts nevű lelkész nevezte úgy, hogy az amerikai szombat a nemzetünk legfontosabb intézménye. Tehát figyeljetek, és legyen nyitva a fületek. Amikor azt mondod egy amerikainak, hogy a nemzetünk, akkor mit érez egy amerikai? Büszkeséget, persze. De jelenleg a világ leghatalmasabb nemzete. Igaz, hogy vannak adósságok, meg van nála nagyobb hadsereg, meg stb., de befolyás szintjén Amerikában kölyögnek egyet, azt az egész világon elkapják, ugye? Szoktuk mondani. Nem tudtunk olyan messze menni a dzsungelbe, hogy Coca-Colát ne találjunk. Tudjátok? Ez csak a... Szeretném, hogyha értenénk, hogy Amerikánál lehet, hogy vannak erősebbek ebben, vagy abban, vagy amabban. De alapvetően a világon a legnagyobb befolyás. Mégiscsak Amerika. Tehát, hogyha Amerikából elindul valami, az az egész világon éreztetni fogja a hatását. Az amerikait úgy lehet megszólítani, hogy a mi nemzetünk intézménye. Blairnek majdnem sikerült, de az úr küldött egy embert, A.T. Jones-t. És egy több órás vitában végül úgy dőlt el ez a vasárnap törvénykérdés, hogy nem szavazta meg a szenátus, nem ment át a kongresszuson. Ugyanakkor ennek a Blairnek, nézzétek meg a szavait, nézzétek meg, hogy áll az egyéni lelki ismerethez. Azt mondja, az egyéni lelkiismereti meggyőződés az csak egy humbug. És akik ilyenekre hivatkoznak, azok unintelligensek, alulinformáltak. Testvéreim, én is ilyen unintelligens és alulinformált vagyok. Mert hiszek az egyéni lelkiismeretben. Hiszek abban, hogy lelkiismereti kérdésben nem lehet parancsolni. Minden reform tevékenységében, azt írja a szerző, aki az életrajzát, pontosabban a munkásságáról írt egy nagyon jó könyvet, szükségesnek látta az egyének jogának feláldozását a nagyobb jó érdekében. Testvérei, kinek a módszere az, hogy néhány embert feláldozunk, vagy néhány jogot feláldozunk a nagyobb jó érdekében? Ez az Isten módszere? Ez kifejezetten Sátán módszere. A szükséges áldozat, a szükséges rossz, stb. Nézzétek meg, amikor Jézus imádkozik a keresztre menetele előtt, azt mondja, mindenkit megőriztem, mindenki megmaradt, kivéve egy a veszedelem fia, aki maga döntött úgy, de mindegyikőjüket megtartottam neked, atyám. Emlékeztek? Ott nincs ilyen, hogy hát Jakab közben lemorzsolódott, Péterre nem figyeltünk úgy oda, ugye? Jézus nem enged el senkit. Nem enged senkit csak úgy elveszni. Az embernek magának kell így döntenie. Blair viszont, és Sátán viszont nem így gondolkodik. Amikor a vasárnap törvény a törvényhozók elé került, akkor volt egy hetednapi baptista javaslat, és ezt szeretném, hogyha jól megfigyelnénk. A hetednapi baptisták gyakorlatilag az amerikai protestáns egyházak közül a legközelebb állnak hozzánk. Hisznek a felnőtt keresztségben, ugye nagyon sokan baptista hátterű adventisták, egyébként felmenőim tekintetében én is baptista hátterű vagyok. Tehát nagyon sok a közös nevező. De a hetednapi baptistákkal még a szombat is közös nevező volt már a kezdetektől fogva. És sőt, meg kell, hogy mondjuk, hogy ez a bizonyos Rachel Oaks, akitől a szombatot tanulták az adventisták, maga is hetednapi baptista volt. És a hetednapi baptisták adtak egy javaslatot, hogy mi lenne, hogyha adnánk egy záradékot ennek a törvénynek, amit úgy hívnak, hogy mentességi záradék. Na most, mit jelent az, hogy mentességi záradék? És ezért kértem az elején, hogy lesz egy néhány nehezebb fogalom, kérlek, hogy próbáljunk ébren maradni. Mi a mentességi záradék? Bevezetek egy államban, ugye most egy lokális állami törvényekről van szó, tudjátok, Amerikai Egyesült Államok, ez államszövetség. És egy-egy államban már vezettek be vasárnap törvényeket. Mentességi záradék azt jelenti, hogy az Arkansas államban élő hetednapi baptistáknak nem kell a vasárnapot megszentelniük. Ha igazolják, hogy ők hetednapi baptisták, akkor nekik elég a hetednapi szombatot, ugye, az eredeti szombatot megszentelni, és akkor rendben van. Vagyis felteszem nekek a kérdést, ha most bevezetnének itt Magyarországon egy vasárnap törvényt, és azt mondanák, hogy de ti hetednapi adventisták vagytok, nektek, ami a többieknek vasárnap, a szombatra esik, szabad szombatot garantál nektek a törvény. Ez jó vagy nem jó?
Szabad szombatot garantál neked a törvény. Jó? Vagy nem jó? Igen. Az Isten garantálja. Nem a törvény garantálja. Igen, de mondjuk az Isten garantálja, hogy az Isten törvény azt mondja, ne ölj, és azért csak jó, hogy a polgári törvények is kimondják, hogy ne ölj, nem? Az ateistának mit garantál? A másik felvetés, ugye? Tehát egyrészt, a vallási törvény az az Istenre tartozik. Kettő, az ateistával mi a helyzet, ugye? Mondjuk, az ateistára azt mondja a keresztény vezetés, hogy örüljön, hogy van egy napja. Ateista örül. Hát igen, de azért ezekben a törvényekben van olyan is, hogy ugye az erkölcs védelmében hozzuk őket, tehát a kötelességed igazából az lenne, hogy te vasárnap szépen elmenj, nézd ki a legmagasabb templomot, és üld végig a misét, az Isten tiszteletet, a bármit. Jó-e nekünk az, hogyha van mentességi záradék? Mondok egy történetet, de egyébként sok sebből vérzik a dolog, csak elsőre, megmondom őszintén, amikor először láttam, engem egy picit megnyugtatott, és utána estek le a dolgok. Egyrészt vallási törvényt az Isten hozzon, ne az állam. A másik dolog az, hogy aki meg nem vallásos, annak meg minek. De van itt még egy néhány csapda. Képzeljétek el, hogy nem is tudom melyik államban, talán Kansasben történt, bevezettek egy vasárnap törvényt, mentességi záradékkal együtt. Vagyis, hogyha szombatünneplő vagy, akkor te szombaton, vagy zárva szombaton nem dolgozol, és vasárnap nyitva lehetsz. És képzeljétek el, vasárnap ünneplő baptisták elkezdtek áttérni hetednapi baptistává. Tudjátok kik? Boltosok. Miért? Persze. Hát én vagyok az egyetlen szombatot ünneplő a környéken, én szombaton zárva tartok, amikor a többiek nyitva vannak, de ha vasárnap kell valami, mindenki hozzám jön. Ugye? Vallási képmutatáshoz vezetett, csak ez a mentességi záradék. A másik dolog az, hogy figyeljetek, hogyha én egy vallásos törvényhozó vagyok, és azt mondom, lehet, hogy politikusként, szenátorként, de mondjuk egy vallási meggyőződés áll mögöttem, és azt mondom, a vasárnap az Úr napja. Ezt a napot meg kell szentelni. És a kezem alatt átmegy, mint szenátor, a kezem alatt átmegy egy törvény, amiben a szombatünneplőknek biztosítva van a szombat, szerintetek én hogy fogok tekinteni arra a szombatra? Hiszen az Úr napja a vasárnap, az Úr rendelt el, ugye? Tehát én lelkiismeretileg hogyan fogok arra a szombatra tekinteni? Testvéreim, az elsődleges célpontom lesz az, hogyha ez a törvény átment, akkor ezt a részt vágjuk le róla minél hamarabb. És ez megtörtént. 1887-et írunk. Ugye itt kimondja Jones, hogy a vasárnap törvénynek az erejét, az eszenciáját gyakorlatilag megsemmisíti az, hogyha kimondod, hogy jó, de neked a vasárnap belefér. Hát nem, mert az Isten rendelte, ugye? Nem fér bele. És 1885-ben sikerült hatályon kívül, tehát 1880-as években sikerült átvinni a vasárnap törvényt Arkansasban, 85-re sikerült a mentességi záradékot végre eltörölni, és ahogy sikerült eltörölni, olyan szintű üldözés indult hetednapi adventisták és baptisták ellen, hogy már az állam vezetői érezték úgy, hogy felfordul a gyomruk. Mutatok nektek egy képet. Ez Tennessee-ben készült, nem Arkansasban. Hallottátok már azt a kifejezést, hogy chain gang, vagyis, hogy láncos banda. A chain gang az a kifejezés az amerikai börtönvilágban, amikor kiviszik dolgozni a rabokat, ilyen hosszú láncra fűzve, ugye mindegyiknek a bokáján ott van a bilincs, és hosszú láncra fűzve mész, és építed a hidat, vagy a vasutat, vagy a bármit. Ez itt egy chain gang, nem nagyon látszik, de ez a fekete fiatalember ott van leláncolva, a többieken is ott van a lánc. Tudjátok, hogy ők kicsodák? Adventista testvéreink, akik hát elkövették azt a hibát, hogy dolgoztak vasárnap. Emlékeztek, hogy Ellen White írt egy levelet? Ezt olvastuk többen, hogy ne provokáljunk, ne dolgozz vasárnap, menj el, látogass meg a barátaidat, menj, missziós látogatásokat tegye. Vasárnap tehetsz olyan dolgokat, amelyek nem férnek bele a szombatba, de direkt ne provokálj. Ezek a testvérek nem voltak elég bölcsek, dolgoztak. Saját telkükön ugyan, de dolgoztak kint. Szomszéd feljelentette, letartóztatták. A
az amerikai Sentinel folyóiratban megjelent az egyik testvérnek a levelezése, amit egy barátjának ír a börtönből, hogy milyen körülmények vannak ott. És nagyon érdekes, mert ilyen alapvetően borzasztó dolgokat ír le, hogy milyen, hát milyen erkölcsök vannak a börtönben, szóval tényleg úgy érezzük magunkat, mint ahogy Jézus mondta, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Olyan emberek vették körül őket, hogy ez is átvágta a férje torkát, nők is voltak a börtönben. Az is megölte, az meg verekedett, stb. Tehát gyilkosok között voltak, adventistaként, mert szombatot ünnepeltek, és megrontották a vasárnapot. És mégis azt mondja, hogy nem azért írom ezeket, hogy panaszkodjak, mert úgy érzem, hogy tele van a poharam a 23. Zsoltár szavaival. És azt írja a levelében, hogy találkoztunk a börtönben másokkal is, akik szintén szombatünneplők. De vannak itt olyanok is, akik így győződtek meg. Tehát látjátok, az Úr jóra fordította, de az Úrnak nem ez volt a szándéka. És miközben az erkölcs védőbástyájává akarták tenni a vasárnapot, gyakorlatilag erkölcsös embereket börtönöztek be. Ez egy jelenvaló valóság volt az 1800-as években Amerikában. És aztán úrunk egy nagyon nagyot, most már napjainkra 2015, ez a szenátornő elejtett egy megjegyzést. Tudjátok, Amerikában milyen nagy vita van a két oldal között. Még mind a ketten rosszul érvelnek, de a demokraták szeretnék, hogyha megváltoztatnánk az alkotmányt, és eltörölnénk a fegyverviselési jogot. Ismeritek ezt, ugye? A republikánusok pedig szeretnék, ha megváltoztatnánk az alkotmányt, és törvényben köteleznénk az embereket a vasárnapra. És ez a szenátornő éppen, mint a republikánus, a fegyverviseléssel kapcsolatban tesz megjegyzéseket. És azt mondja, hogy nem a fegyverek visszavonása, ugye otthon van fegyverviselési engedélyed, nem ez lenne az erkölcs előmozdítója, hanem az, ha az emberek szombaton, vagyis, hogy bocsánat, vasárnap, keresztény szombaton szépen templomba mennének. És úgy fejezi be, hogy persze ezt soha nem hagynák jóvá. És aztán ugye túloldalról a demokrata ellenfél szintén kommentálta mindazokat, amiket Szilvia ellen mondott, és ő is azt mondta, hogy megerősítette, hogy nem. Amiket ő, ez a szenátornő mond, ez mind alkotmány ellenes lenne. Tehát ilyet nem lehet csinálni Amerikában. Az alkotmány szavatolja, hogy vallási törvényt nem hozhatunk. De igazából hozhatunk, mert állami szinten viszont ilyenek vannak. Nekünk az a kérdés, hogy Amerika tényleg egészében véve alkotmány ellenesnek tekinti-e egy vasárnap törvény megszületését? Egy vasárnap törvény beiktatása tényleg alkotmány ellenese? És most tőletek kérdezem meg, tudom, senki nem amerikai állampolgár valószínűleg, meg nem amerikai jogász, de ezekkel a dolgokkal jó képben lennünk. Mert Amerika alkotmánya valahol modell az egész világnak. Vagy ellenmodell, vagy pozitív modell, de valahogy mindenképp hatása van. Ha Amerika módosítja az alkotmányát, és bevezeti a vasárnap törvényt, vagy Amerika egyszerűen kijelenti azt, hogy de hát a vasárnap törvény nem alkotmány ellenes. Azt tudjátok, ez tovább gyűrűzik. Felteszem a kérdést, szerintetek alkotmány ellenes lenne Amerika egészére nézve, ha bevezetnének egy vasárnap törvényt? A válasz az, hogy igen, de a legfelsőbb bíróság mégis azt mondta 1961-ben, hogy nem. Mutatom, hogy melyik részről beszélek. Az amerikai alkotmánynak, tudjátok, biztosítja az emberek, az amerikai állampolgárok szabadságát, az Isten és törvény előtti egyenlőséget, stb. Nagyon szép alapelvek vannak benne megfogalmazva. Ugye Roger Williamsnek a munkája ott van mögötte, aki Rhode Islandnek az alapítója volt. Egy egész fejezet szól róla a Nagy Küzdelem című könyvben. Azok az alapelvek, amelyek az alkotmányban meg vannak fogalmazva, ezt én komolyan mondom nektek, minden adventistának ismerni kellene. És az alkotmányhoz hozzáadtak egy záradékot, egy kiegészítést. Több kiegészítése is van, ezeket amendmentnek hívják. És az első kiegészítésben van egy bizonyos záradék, tehát az alkotmány kiegészítésének a záradékáról beszélek, ahol van egy különleges mondat. És mi általában ebbe szoktunk kapaszkodni. A kongresszus nem hozhat olyan törvényt, amely a vallás megalapítására vonatkozik, vagy annak szabad gyakorlását tiltja. Mit jelent ez? Az állam,
A szövetségi állam nem hozhat létre államegyházat. Ahogyan tette azt, mondjuk Konstantin a Mitrász kultusszal, vagy később Theodosius a kereszténység államvallását ételével, ugye? Illetve egyikük sem hozhat olyan törvényt, amely egy adott vallást, vagy épp más vallást támogat, vagy minden vallást támogat, egy vallást előnyben részesít a másikkal szemben. Ezt szeretném, ha megjegyeznénk. Nem hozhatunk, nem tehet az amerikai vezetés olyat, ami egy vallást előnyben részesít a többivel. Ezt jegyezzük meg. Ami egy vallást előnyben részesít. Viszont az utolsó négy szón, és ezt ki is vetítettem angolul, an establishment of religion, ha nem értitek, nem baj, mert az angol anyanyelvűek sem értik. Ez az utolsó négy szón, hogy vallás által alapított törvény, vagy vallási törvény, nem értik, hogy mit jelent, tudnék. Nagyon furcsa a megfogalmazás. Az a négy szó, hogy an establishment of religion jelentheti azt, hogy a kongresszus nem alapíthat vallást, valamint a kongresszus nem hozhat olyan törvényt, ami a vallás által alapított bármit teszi törvényé. Értjük a különbséget? A kongresszus nem hozhat létre vallást, vagy amit a vallás hozott létre, a kongresszus nem iktathatja törvénybe. Képzeljétek el, hogy az amerikai jogászok ezen vitatkoznak, hogy ez most mit jelent. Hát még mi magyarok, olvassuk ezt az angol szöveget, nekünk nem is anyanyelvünk, kevés értjük. De tudjátok, hogy ennek a félmondatnak az értelmezésén egy lavina indulhat el Amerikában? Mert hogyha ezt csak úgy értelmezzük, hogy a kongresszus ne alapítson vallást, akkor megnyugodtunk, nem lesz Mitrász kultusz, ugye? Az amerikai állók nem fog új vallást alapítani, mondjuk ez eléggé irracionális manapság, ugye? Viszont hozhat-e a kongresszus olyan törvényt, ami a vallás, bármely vallás által létrehozott alapelveket törvényesíti? És ugye nekünk itt kezd viszketni a fülünk, ugye? Itt már megvillan a piros led. Nem is idézem ezeket hosszan, ezek jogi szövegek. A lényeg az, hogy jogászok írnak róla tanulmányokat, hogy most akkor ezt hogy kell értenünk. Ha jól értelmezzük, akkor megtiltja a polgári kormányzatnak, hogy kisajátítsa azt, amit a vallás alapított, vagy átvegye, összekeverje a világiakkal. Csak hogy Amerikában a jogrendszer precedens jobb. Precedens jog, van köztünk jogász? Akkor csak egy mondatban. Precedens jog azt jelenti, hogy míg Magyarországon vannak az adott törvények, és a bíró a törvények alapján hoz egy ítéletet, addig Angliában, Amerikában, ha valamelyik bíró valamikor a történelemben hozott egy ítéletet, akkor nem azt mondod, hogy a törvény ezt is ezt mondja, hanem ebben és ebben a perben ez is ez lett az eredmény. Tehát amerikai jogászok, meg angol jogászok általában nem paragrafusokat mondanak vissza, hogy ez a törvény, ez a paragrafus, ez a bekezdés, hanem azt mondják, hogy 1967-ben ez is ez a valaki vélyes, valaki perben ez az ítélet született, ugyanaz a leírás, ugyanaz a probléma, alkalmazzuk, kész. Precedens, példa. Tehát, ha már történt ilyen, akkor történhet megint. És az előbb már előre szaladtam, igen. Az alkotmány ellenesség kérdését már a 60-as években tárgyalta az amerikai legfelsőbb bíróság. 1960-as évek. Igen, az a világ, amikor ugye 50-es években jön Elvis Presley, és már ott van a rock and roll, 60-as évek már indul a hippie mozgalom. Ne haragudjatok, profán vagyok, de mindenki a füves cigivel van elfoglalva, ugye? Van is egy amerikai mondás, ami a 60-as évekről szól, hogy a nehéz idők kemény embereket formálnak, és utala a háborút megjárt amerikaiakra. De a kemény emberek jobb időket hoznak. Ugye? A 50-es évek fellendül az amerikai ipar. És a jobb idők puhány embereket formálnak, ugye? És itt van a 60-as évek. A 60-as években senkinek nem tűnt fel, hogy a legfelsőbb bíróság egy bizonyos perben azt mondta, hogy igazából ez nem alkotmányellenes. Miért nem alkotmányellenes? Mert ez a közegészséget szolgálja, a közerkölcsöt, a család számára a szabad időt garantálja,
Azaz a vasárnapi nyitva, a zárvatartás, a vasárnap törvények, állami szintű vasárnap törvények valójában az egész amerikai alkotmánynak szerintük nem mondanak ellent. Szerintem továbbra is, de mivel a legfelsőbb bíróság már kimondta ezt, precedensjog, ha egyszer ki lett mondva, testvérem, ez újra az asztalra kerül, senki nem fogja azt mondani, de hát ez alkotmány ellenes. Illetve remélem, hogy lesz valaki. Kicsoda? Reménykedem, hogy az úrnak van 22 millió embere jelen állás szerint. Ennek 6-7%-a Amerikában, akik azt mondják, hogy állj, ez alkotmány ellenes. Ez alkotmány ellenes. Régen, és most egy kicsit tovább lépek, most már a törvényekről tovább lépek, szeretném, hogyha ezeket látnátok, ezeket a paramétereket. Egy, ha azt mondják, hogy bentességet kapsz, mint szombatünneplő, vigyázz, mert csapda. Kettő, ha azt mondják, hogy de hát ez az erkölcs, a közegészségügy, a szabadidő, a család, vigyázz, ez is csapda. Ugye? Mert az Úr mit mondott a szombatra nézve? Meg szentelte is meg, áldotta. Az egészség micsoda? Áldás. Az erkölcs mi? Áldás. A család? Áldás. Ez az áldás hol van? Melyik napban? Van ígéretünk a vasárnapra nézve? Én nem olvasok. Egy dolgot olvasok, ami nagyon-nagyon klassz a vasárnapban, hogy Jézus aznap támad fel, és elkezdett pihenni. Mit csinált vasárnap korán reggeltől? Dolgozott, pihent egyet szombaton, testvéreim, a feltámadással se lehet érvelni. A feltámadás pont nem pihenő nap volt. Testvéreim, a misszionáriusok szaladtak mindenfelé. Menjetek és mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, itt kellett csak igazán szaladgálni, ugye? Az angyalok is dolgoztak vasárnap, mert egy jó nagy követ kellett elhengeríteni, ugye? Jézus elkezdett dolgozni vasárnap. Testvéreim, a feltámadás valóban ezen a napon volt, de pontosan arról szól, hogy Jézus elkezdett dolgozni. Az áldás a szombatban van. Erre nézve van ígéretünk. Azt mondja Jézus, a szombat az emberért lett. Ezzel pont nem visszavonja a szombatot, hanem megerősíti, hogy egy napot elrendeltem érted. Figyelj, nem neked. Nem azt mondja, hogy a szombat az emberé, hanem a szombat az ember ért. Az Úr szombatja az emberért. Tudjátok, mi a különbség, ugye? Amikor az iskolánkban tanítottam a 10 parancsolatot a diákoknak, ugye a kis Ráczkevei iskolában, amíg ez üzemelt, akkor megkérdeztem tőlük, hogy ez a tanterem, amit a gyülekezetben voltak kialakítva tantermek. Te emlékszel jól. Megkérdeztem tőlük, hogy ez a tanterem kié? A miénk? De nem. Ez a tanterem a, és akkor mondták, hát igen, ez a gyülekezeté. Jó. De miért alakítottuk ki? Hát, értetek, ugye? Nem a tied a tanterem, de érted van a tanterem. Nem a tied a szombat, az Úré a szombat, ugye? Az Úr szombatja. De kiért van? Testvérem, az Úrnak ki kellett pihenni az Úrnak a teremtés, mert annyira megizzadt benne? Nem. Nem. Az Úr nem fárad el. Soha nem fárad el. Amikor megpihent az Úr, akkor mit csinált? Ez a megpihenés, amikor ránézel a munkádra, amit elvégeztél, és sóhajtasz egy nagyot, és elönt az a jó érzés, hogy ez kész van, ez elkészült. Mondhatod, igen, igen, igen. Beosztotta az ideit, adott egy ritmust az életnek. Régebben sokszor érveltünk úgy, hogy az Úr adott egy ritmust az életnek, és azt szoktuk mondani, hogy Arnold Schwarzenegger is rájött, hogy 6 nap gyúrás és a 7. nap pihenés sokkal jobban fejlődik. Ezt leírja az edzés tervében. És van egy csomó ilyen történet, amiket mondogattunk az embereknek, hogy milyen fontos az 1 nap pihenés. Testvéreim, ezek az érvek már nem hajtják a vizet a szombat malmára. Azaz, ezek tudományos publikációk arról, 2 tudományos publikáció a PubMed-ről, tudja, nem tudom, ismeritek-e a PubMed-et, az amerikai államnak, kormánynak a kezében van, tehát az internet cím az gov. Ide olyan tudományos publikációk kerülnek fel, orvosi tudományos publikációk, amelyek széles körben elismertek. És már nem egy tanulmány van egy bizonyos 7 napos ciklikusságról, amit megfigyeltek a baktériumtól kezdve az emberi szervezeten át mindenhol. Már a tudomány is tudja.
Már a tudomány is tudja, hogy a kultúránk burnout kultúra, ez azt jelenti, hogy mindannyian ki vagyunk égve. Le vagyunk fáradva, szükségünk van egy nap pihenésre. De amikor jövünk ezekkel az érvekkel, akkor az emberek azt mondják, szuper, akkor tartsuk meg a vasárnapot. Néha úgy érzem, hogy kivettek minden érvet a kezünkből, ugye? Mint ha kivettek volna minden érvet a kezünkből. Beszélgetek vasárnap ünneplő barátaimmal is, mondok valami jót a szombatról, és ugyanazt el tudja mondani a vasárnapról. Egy nap pihenés a héten, egy nap pihenés a héten. Egészség, egészség, család, család, kapcsolatok, kapcsolatok. Ugye, ahogy láttátok, Ferenc pápa ugyanazt el tudja mondani, mint Ellen Goodwight. Mi a különbség a kettő között? És mielőtt elmondjuk, hogy mi a különbség a kettő között, mert el lehet mondani, hogy mi a különbség a kettő között, azért felvetődik az a kérdés, hogy jó, mennyire reális, hogy ebből valaha törvény lesz? Mennyire reális, hogy ebből valaha törvény lesz? Kevesen figyeltek oda, amikor 2015. szeptember éppen Ferenc pápa beszédet mondott a kongresszusban. Az első hiba az volt, hogy mit is mondtunk az alkotmányról? Nem engedi meg, hogy egy vallást kiemelje a többi közül. Tehát, hogyha a római katolikus egyház feje beszédet mond a kongresszusban, sőt, törvényhozásra szólítja fel az ott ülő kongresszusi tagokat, törvényhozókat, akkor azt hiszem, hogy joga lenne a Dalai Lámának is, joga lenne a Ted Wilsonnak is, ugye? Minden vallás képviselőjének joga lenne ott megjelenni. Miért van egy vallás kiemelve a többi közül? Első hiba. A második hiba az, hogy a beszédében, ha meghallgatjátok egyébként, mielőtt valaki azt gondolná, hogy most republikánus vagy demokraták felé húzok, két szenátor ült mögötte, az egyik demokrata volt, a másik republikánus. A demokrata jelenleg az elnök. A republikánus még akkor nyugdíjba ment, neki az volt az élet célja, hogy a pápa megjelenjen a kongresszusban, beteljesült az álma, nyugdíjba ment, mind a kettő a könnyeit törölgette. Mert olyan szépeket mondott az egyházfő Amerikáról, ugyanakkor kevesen vették észre, hogy törvényhozásra szólította fel. Vallási törvényhozásra szólította fel a kongresszusi tagokat. Olyan szépen és finoman tette, hogy nem sokaknak tűnt fel. Azt mondja, ajánlja az enciklikáját, ami néhány hónappal korábban jelent meg. Szeptember, májusban jelent meg az enciklika. Azt mondja, a Laudato Si nevű enciklikában bátor és felelősségteljes erőfeszítések megtételére szólítok. Mik ezek a bátor és felelősségteljes erőfeszítések, amelyekre felszólít? Folytatja azt is, hogy az egységérzet életben tartására az igazságos törvényhozás eszköze által kell eljutnunk. Ugye? Életben kell tartani a nemzet, a világ egységét, és erre vagytok ti valók, ugye, kongresszusi tagok, hozzatok ilyen törvényeket. Csak előbb olvassátok el, mit írtam a Laudato Si-ben. Mert abban le vannak írva a lépések. Akkor olvassuk el, mi van a Laudato Si-ben. A vasárnap a szentmisén való részvétel különösen fontos, és innen már ismeritek a mondatot. Ez az a nap, miként a zsidó szombat, amely alkalmat kínál az embernek, hogy gyógyítsa az Istenhez, önmagához, másokhoz, a világhoz fűződő kapcsolatait. Kapcsolat. Egységérzet, kapcsolat, törvényhozás, vasárnap. Nagyon burkoltan, nagyon finoman, de azt mondta, ha Amerika igazságos törvényeket akar hozni, használjátok, amiket leírtam a Laudato Si-ben. Használja valaha Amerika mindazokat, amiket Ferenc pápa leírt a Laudato Si-ben? Nézzétek csak, kapcsolatok, család, egészség, egységérzet. Ugye a történelem kereke továbbfordult, és most már tényleg csak 5 percen van hátra, bírtok még 5 percet figyelni, ugye? A történelem kereke továbbfordult, eljutottunk 2021-hez. Azt hiszem, hogy mindannyian emlékeztek, egy kicsit szerintem mind megijedtünk, amikor Amerikában január 6-a volt, mikor a csőcselék megrohamozta a Kapitóliumot. Emlékszünk erre? Mindannyiunkban felmerült az, hogy itt most polgárháború lesz, mi lesz ebből? Az a helyzet, hogy a történelemben ismerünk ilyet, hogy géprombolók korszaka, emlékeztek erre? Amikor a munkájukat elvesztő munkások a gépek lerombolásával próbálták a jogaikat érvényesíteni. Nem sikerült. Mit csináltak utána? Szakszervezeteket alapítottak. Emlékeztek? Vagyis mondhatnám azt, hogy lehet ezt normálisan is csinálni.
Az utóbbi egy évben a republikánusok összefogtak, és figyelem, itt nem demokrata-republikánus jó és gonosz, vagy gonosz és jó küzdelméről van szó. Van más prezentáció, most nektek nem azt hoztam ide, de van más prezentáció, ahol kifejezetten a demokrata oldalról beszélek. Tudnélik, az ökológiai válság meg a demokraták kezében egy út a vasárnap törvényhez. Most itt a republikánusokról beszélek egy kicsit, jó? Ne érezzetek bennem politikai elfogultságot, mert egyik oldallal sem tudok azonosulni. De a republikánusok most összefogtak, és azt hiszem, hogy körülbelül 70 politikai szervezet fogott össze, és egy programot készítettek. Egy 900 oldalas, vagy nem is tudom, talán több, 900 oldalas dokumentumot. Egy hatalomátvételi forgatókönyvet. Nem megrohamozzuk a Kapitóliumot, hanem szervezetten kialakítjuk előre azt az államszervezetet, azt a struktúrát, amit egy republikánus győzelem esetén azonnal beiktatunk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül 50 ezer állás fog megszűnni, amit jelenleg esetleg demokraták vagy nem elég erőteljes republikánusok töltenek be. Ugyanakkor a republikánusok most gyűjtik a szakembereket. Regisztráld magad, hogyha ügyvéd vagy, orvos vagy, jogász vagy, bármi, ezért mérnök vagy, regisztráld magad az adatbázisunkban, és amikor átvesszük a hatalmat, akkor állami megbízatásod lesz, állami státuszod lesz. Meg kell tisztítani az államvezetést, a demokrata söpredéktől mondják. És tudjátok, nagyon sok demokratában, akik, és mondom, nem vagyok demokrata párti, mert nem látom, hogy különbek lennének, de nagyon sok demokratában az vetődik fel, hogy mi lesz itt az amerikai demokráciával, de én most nektek teszem fel a kérdést. Tényleg az amerikai demokrácia a legfontosabb kérdés számunkra? Nem. Nyilván kíváncsiak vagyunk, hogy egy ilyen 900 oldalas dokumentum. Ha kinyitsz egy 900 oldalas dokumentumot, ami a következő kormánynak egy program javaslata, a következő kormány felé egy program javaslat 70 konzervatív amerikai szervezettől, találjátok ki, mi az első szó, amire rákeresek. Ctrl F, ugye a megtekintésben. Az első szó, amire rákerestem, a szombat, meg a vasárnap. És képzeljétek el, ebben a dokumentumban, mondom, törvényjavaslatok és működési struktúra, gyűjtemény az egész, egy konkrét, kifejtett vasárnap törvényjavaslat szerepel. Figyelem, ez nincs még a kongresszus asztalán. Még meg se választották a republikánusokat. Még az sem biztos, hogy az új republikánus vezetés azt mondja, hogy köszönöm, elfogadom ezt a programtervet. De a történelemben már volt már egy ilyen programterv, egy ilyen mandátum, amit Reagan elnöknek a kezébe adtak, és olyan 50%-ba ez szerint kormányzott. Tehát a történelem esetleg megismételheti magát. Minden esetre egy nagyon szépen, nagyon pontosan és nagyon ügyesen megfogalmazott vasárnap törvénytervezet van benne. Hogyha megválasztják a republikánus kormányt, hogyha a republikánus kormány azt mondja, hogy igen, élek ezzel a programtervel, és azt mondja, hogy a kongresszus elé viszem ezt a törvénytervezetet, akkor igen, elmondhatjuk, hogy igen, Amerikában van vasárnap törvénytervezet a kongresszus asztalán. Itt még nem tartunk. De nézzétek meg! Én szerintem az eddig a legalaposabb vasárnap törvénytervezet, nézzétek meg, beszél minden elemről, amiről eddig beszéltünk. Először is ez egy törvény, ugye jogi szabályozásról szól, beszél a családról, a munkáról, a pihenésről, az egészségről, és rögtön kiszúrjuk, mert most már felismerjük, a mentességi záradékot a legvégén. Ez a nap arab értelmezés szerint a vasárnap lenne, kivéve azon munkáltatókat, akik a szombatot őszinte vallási meggyőződésből más időpontra tartják, péntek napjukta, szombat napjukta, ott vannak az adventisták. Testvérem, hogyha a történelemben nem történt volna már meg ez egyszer, én belesétálnék. Elolvasom és megnyugszom. Igen, vasárnap törvény Amerikában, de ott van a mentesség. De vallási törvényt az Isten hozzon, ugye? Az ateistát hagyjuk a vallási törvényeinkkel, aztán ott van a vallási képmutatás, és ott van az, hogy ez a záradék, ennek a megváltoztatása lesz az első célpont. Az első célpont. Itt van az eredeti oldal. Nézzétek, a nagy küzdelemben azt olvasom, hogy a római egyház nem mondott le főhatalmi igényéről.
Az amerikai protestantizmus van most emögött, de az amerikai protestantizmus mögött meg már a Rómával való barátság van. Azt mondja, ha a vasárnapot sikerül kikényszeríteni, akkor az egész protestáns világ Róma zászlaja alatt fog felsorakozni. Hiszitek ezt, hogy ez be fog következni? Hiszitek azt, hogy ez már folyamatban van? Én is ezt látom. Vannak, akik azt mondják, és már csak 3 dián van hátra, hogy hagyj jöjjön csak. Testvéreim, ez nem jó hozzáállás. Nagyon sok adventistával beszélek, aki azt mondja, végre, megyünk haza, hagyj jöjjön csak, tegyünk túl rajta. Nem, nem fejeztük be a munkát. Nézzétek, ez nagyon szép száma, 22 millió, de nagyon nagy száma, 8 milliárd, ugye? És ha elkezdjük elosztogatni az arányokat, nagyon-nagyon nem jutottunk messzire az üzenetünkkel. Nagyon nem jutott még messzire az, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ez a jelenet a 4 angyal áll a 4 szegleten megmutatja, mi a feladatunk, kiálts Istenhez, hogy az angyalok tartsák vissza a szeleket. Minek kell bekövetkeznie, mielőtt egy vasárnap törvény megszületik? És ezzel most visszakanyarodunk a legelejére, és így zárjuk le. Minek kell bekövetkeznie? A vasárnap törvény, hogy láttuk a történelmi példákat, kényszert helyez rád. Igent mondasz rá, vagy nemet? Lehet, hogy börtönbe kerülsz. Nem is mondtam el a börtönlevelezésből azt, hogy a börtönben lévő testvéreink természetesen nem dolgoztak szombaton, de vasárnap meg nem dolgozhattak, hiszen pont ezért voltak börtönben. Tudjátok, mit mondtak nekik? Hogy azok a szombatok, amiken nem dolgozol, azokat hozzáadjuk, mert le kell dolgoznod. Hozzáadjuk a büntetésedhez. Szóval jól számolom, 1/6-oddal növeli, ugye? A büntetés, mert vasárnapot nem kell számolni. Vállalnád? Mi kell ahhoz? Tudjátok, nem fogjuk tudni az életünket, vagy a világ szemében a becsületünket, meg a jó hírünket odaadni valamiért, amit nem becsülünk maximálisan. Amivel hazardírozhatunk, hogy az még belefér a szombatba, ez már nem. Odaadnád az életed valamiért, amivel úgy vagy, hogy hát ez még belefér, az már nem. Nem. Tudjátok, mi előzi meg a vasárnap törvényt? És ez a nagyon szép az egészben. Egy szombatreform. Testvéreim, a vasárnap törvény nem csak ránk pottyan, hanem az Úr meg akarja, az Úr kegyelmes, meg akarja tanítani a népét, hogy előbb becsüld meg a szombatot. És most légy szíves, ne kezdjetek arra appellálni, hogy akkor minél később jön a szombatreform, annál később jön a vasárnap törvény. Nem. Az Úr meg akarja tanítani neked, hogy milyen a vele való mély közösség, amit egyedül a szombatban találhatsz meg. Mert azt mondta, megáldja és megszenteli azt a napot. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, Elevágy magyarázata szerint, ha nem taposod a szombatot, nem teszed rá a lábadat. Ez nem azt, tehát nem azt jelenti, hogy ne kirándulj szombaton. Pont azt jelenti, hogy kirándulj. Pont azt jelenti, hogy menj és kapcsolódj a természethez. A teremtett munkát, az Isten teremtését szemléld. Ha megtartóztatott szombaton lábadat, nem űzött keftelésedet. Ez a játék, ez a szórakozás. Testvéreim, ez a szórakozás, nem lehet szépíteni. A szombat nem szórakozásra való. Tudom, ezt a gyerekekkel a legnehezebb, de megmondom őszintén, azért vannak erre megoldások. Nekünk vannak szombati játékaink, amiket tilos elővenni hétköznap. És csak szombaton szabad használni. Tehát különlegessé a szombatot, legyen másmilyen. Ha nem szombatra időzíted a kettelésedet, és a szombatot megtanulod gyönyörűségként látni. Ugye a gyönyörűségnek hívod. Ez nem ilyen, hogy felvettem a mosolyt, hogy gyönyörűség a szombat, hanem az Úr a szívet nézi. A szívedben tudod egy gyönyörűségnek hívni. Az Úr szent és dicsőséges napjának, ha megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, Károly fordítás rossz, hamis beszédet sem szólván, nem hamis beszédet van. Tudjátok, mi van ott? Beszédet sem szólván. Ez nem azt jelenti, hogy néma a szombat, hanem a héberben a davar azt jelenti, beszélni jelenti azt, hogy ige, és jelenti azt, hogy dolog. És itt a davar szó szerepel kétszer. Ha nem ezen a napon beszélsz a dolgaidról, ezt jelenti egészen pontosan.
És akkor a tiéd hány lóerős? Ó, mikor kell téli gumit feltenni? Figyeljetek, mi férfiak ebben mindig belecsúszunk. Nem most beszéld a dolgaidat, hanem hívd a szombatot gyönyörűségnek. Figyeljetek, nem ennyi, hogy közli a kötelességedet és menj haza, hanem azt mondja, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain. Testvéreim, tudjátok a depresszió micsoda? Az a mélypont. Tudjátok, mi a depressziónak az ellentéte? Amikor az Úr hordoz a föld magaslatain. A legjobb hangulatjavító a szombat. Egy igazán megélt szombat igazi örömöt jelent. 18 éves voltam, amikor érettségire készültem, és azt mondtam, hogy én ebbe bele fogok halni. De tudjátok, a 10 éves depresszió minden bajom volt. Utáltam a világot, haragudtam a szüleimre, mindenkire. Nem szerettem gyülekezetbe járni, megmondom nektek őszintén, nem szerettem, és akkor egyszer csak bekattant valami. Nekem tanulnom kell az érettségire, de hát ma nem szabad. És képzeljétek el, körülbelül a 12. fél évtől elkezdtem szombatot ünnepelni magamnak. Jött egy gondolat, hogy hát nekem nem szabad tanulnom, most senki nem mondhatja rám, hogy ennek most érettségre kell készülnöm. És az utcánkban volt a gyülekezet, fogtam mindig minden péntek este. A kora tavaszi hónapoktól kezdve, tehát február vége, márciustól kezdve. Minden péntek este fogtam a gyülekezet kulcsot, legyalogoltam, és egyedül ültem a gyülekezetben, olvastam a Jézus életét, és egy néhány gyülekezeti éneket játszogattam, amit akkoriban már tudtam. Magamnak kezdtem el a szombatot ünnepelni, nyilván nem magamtól, hanem az Úr lelke vezetett. De sikerült ráéreztetnie engem arra, hogy nézd csak, ez gyönyörűség, abba hagyhatsz mindent, letehetsz mindent. Gyönyörűséged lesz az Úrban, és hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szól. Testvéreim, mi Jákob öröksége? Mondjátok meg nekem. Mi Jákob öröksége? Ez az utolsó diám. Mi Jákob öröksége, amivel élhetünk? Kánaán, persze, így van. Az örök élet. A mennyei Kánaán. Testvéreim, a szombat, le van írva, nézzétek meg, a menny előíze. Atya, a föld magaslatain hordoz, és azt műveli, hogy örököld a földet. Szeretnétek örökölni a földet? Én nagyon szeretném örökölni a földet. És ez itt azt ígéri nekem, hogy örökölhetem. Testvéreim, azt kívánom mindannyiunknak, hogy értsük meg mélyen, mi az, ami ebben a világban zajlik. Hogyha ezek az események bekövetkeznek, a fülünk rá legyen hangolva az igazságra, és kiszúrjuk a hazugságokat. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a szombatot olyan becsben tartsuk, hogy annak minden áldását 100%-ig elnyerhessük. És hogyha jön a veszedelem, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez olyan mértékű áldás, hogy én egy tapottat sem tudok mozdulni. Nem tudok, nem akarok. Itt állok, más nem tehetek. Amen. Nem választottunk záróéneket, úgyhogy kérlek benneteket, hogy záróimához álljunk fel. Mennyei Atyánk, szeretnénk neked teljes szívünkből megköszönni, hogy gondoltál ránk már a teremtéskor. Megpihentél szombatnapon, és ahogyan te megpihensz, minket is megpihentetsz. Tudjuk, hogy te nem fáradtál el, te soha nem fáradsz el, de mi megfáradunk, Atyánk. Nekünk ezek a terhek, amiket hordozunk el, elviselhetetlenek sokszor. És olyan jó, hogy hetente egyszer újra emlékeztetsz minket arra, hogy minden gondunkat rád vethetjük, minden terhünket elhordod, hogy téged nem lehet kifárasztani, hogy nincs olyan dolog, amivel túlterhelnénk. Köszönjük, Atyánk, hogy maga Jézus adott példát, és maga Jézus mondta nekünk, hogy értünk van a szombat a mi érdekünkben. Micsoda ígéret ez, Atyánk! Szeretnénk értékelni a te kegyelmedet, szeretnénk értékelni azt, hogy te közel akarsz húzódni hozzánk, hogy megszenteled ezt a napot és megáldod, hogy mi elnyerjük a szentség áldását. Atyánk, nem tudunk mást felajánlani neked, csak a bűnös szívünket, a kőszívünket. De most azt hozzuk eléd, adj nekünk hús szívet, érző szívet. És Atyánk, teljesítsd be rajtunk a te ígéretedet, hordozz a föld magaslatain, és vigyél el az örökségbe, amit ígértél, fiad Jézus nevében, és ő általa. Amen. Amen.
kedvesek, mivel nem sietünk sehová, ezért